vezet, és Paul Killick és Hanna Kartinen a második helyen helyezkednek el. Most pedig, amit láthatunk... Ez egy kür lesz valószínűleg. Így van. A győztes páros bemutatója. Így a gyönyörű zene. Sajnos ki kellett, hogy mondjam. És a tánc az egy esztétikai, tehát a verseny az egy esztétikai sport, úgyhogy nem elhanyagolható tény. Igen, azt még az eredményhirdetéshez azért illik elmondani, hogy míg Paul Killick és Hanna Kartinen ugye természetesen megnyerte ezt a versenyt, második helyen az orosz kettős Sergei Rubin és Elena Korova végzett, míg a dobogó harmadik fokára Andreas Kainz és Kelly Kainz léphetett föl. Negyedikek lettek a litván kettős Robertas Malekis, illetve Inga Sirkaite, míg az ötödik helyen Sergei Milicia és Katya Klepp végzett, a hatodik helyen a magyar kettős Ekker Balázs és Polai Júlia osztrák színekben. Azt hiszem, gyönyörű példáját láttuk a férfi és női párkapcsolat, illetve szeret nem nyilatkozásának. Igen, de végig az egész este során érdemes volt, azt hiszem, velünk tölteni ezt a közel egy órát. És én azt hiszem, hogy így a vége felé meg is köszönhetem Bogdán Péter és Hályás Katalin közreműködését, a Talentum Sporttánc Együttes két kiváló trénerének, hogy segítette munkánkat. Illetve, köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. És hogy színesebbé tették ezt a műsort. Én nyugodalmas jó éjszakát kívánok önöknek. Igaz Bálintot hallották. Jó éjszakát kívánok.